Elkezdődött az Ermel Vojnics kápolna felújítása Bonyhádon. Magyarország kormánya közel 200 millió forinttal támogatta, hogy az 1907-ben épült imaházat felújíttathassa az önkormányzat. Az építkezés jelen állapotában úgy tart, hogy a falakat alulról egy ilyen préseléses technológiával levízszigeteltük. Az elványozás elkészült, és most kezdődtek el a tetőfelújítási karbantartási munkái. Ez nagyrészt teljes mértékben rekonstruálás, az azt jelenti, hogy az eredeti állapotot próbáljuk egy az egybe visszaállítani. A tető szerkezetén egyébként a fa szerkezet az teljes mértékben az eredeti állapot lesz. Szerencsére azért a felújítás során észrevettük, hogy igazából semmi szerkezeti kár nem keletkezett benne, úgyhogy az egy az egyben megmarad. A tetőre egyébként egy rész burkolat kerül vissza. Mindezek után a beltér felújítása következik majd. Ott az elványozás az valószínű jövő héten kezdődik majd el. Ha ez megtörtént, akkor jönnek a rekonstruálók, és belülről is teljesen az eredeti állapot lesz visszaállítva. Az épület belsejében több freskó, festmény található. A nagy részük az kék és vörös szín dominál. Legveszélyesebb elemeket, azokat már elbontottuk, voltak szerintem életveszélyesnek titulált burkolati elemek rajta, ezeket leszettük. A zsolnai gyár fogja ezeket az eredeti gyártó helyreállítani. Ami már menthetetlen, abból persze újat fogunk gyártani, vagy gyártatni. A park részén lesz 3 darab sétány. Az egyik sétány az a Kárváliájától a most meglévő munkások által kitobodott nyomvonalon készül majd itt el, a másik az a két épület között lesz, a harmadik az pedig a mauzóleumtól a síremlékekig. A munkálatok várhatóan márciusban fejeződnek be.